Sziasztok, üdvözlök mindenkit! Ez most a szemeletelepi vasútállomáson állok éppen, és mögöttem van a Nagy Burma vasútvonal. Ezt fogom most bejárni, ugye pont mögöttem látjátok, hogy kiindulási pontját, most éppen rajta állok a vágányokon. És akkor de mindjárt meg is mutatom, így közelebbről. Na, nézzétek csak, itt van a... Ez itt a Nagy Burma, és egyébként innen szemeletelep volt állomásról, ami most a megállóhely, onnan ágazott ki. És ment egészen Soroksárig, a Soroksári vasútállomásig. Erről a vasútvonal nagyjából annyit kell tudni, a története az, hogy valamikor a múlt század elején, 1910 és 20 között, vagy most valahogy ezen a környéken kezdték el építeni. De hát egyrészt egy ilyen megkerülő útvonalnak, hogy tehát a háborús helyzetre gondolva, vagy akármi, hogy el lehessen kikerülni a Fradit, meg a belvárost így vasútvonalon. Másrészt pedig ott a háttérben is láthatjátok, itt volt egy kavicsbánya, ez a Pest-Szentmihályi kavicsbánya, és akkor hogy az innen kitermelt köveket el lehessen szállítani. Főleg ugye a délebbi ország része, tehát pont azért is épült, meg ugye a 150-es vasútvonalig, meg ugye a 142-esig is, ugye azzal is van kapcsolata. Ugye ez maga a kiindulását, hogy itt mellettem ugye a szemedet megállóhely van, éppen ott ilyen fénysorompóval, és ugye itt ez a másik fénysorompó, ez már a Burmához tartozik. Hát most ugye a vonaladon most éppen itt, hogy fizikailag most a teljes vonal már nem járható, de nem is használják már régóta, sem személyszállítás soha nem volt rajta, teherszállításra azért meg használják, de egyébként ott a háttérben ott látjátok valahol a kavicsbányai állomást, ez még régen bejárható volt erről. Ezt a vonalat én bejártam 2012. októberében is valamikor. Akkor nem végig, mert elmeseledett. De 2013-ban vagy 2014-ben, már nem emlékszem pontosan, de akkor is ilyen csoportos bejárást tartottunk. Vagy többen mentünk, vagy jön egy autó, most így gyorsan le kell jöjjek az útról. Hát igen, nem az út közepén kéne itt azért mese délután tartani, hát igen, az van. Szerencsét azért nagy forgalom nincsen. Hát itt látjátok is, hogy most ez majd el van kerítve és őrzik, tehát így nem tudok bemenni. Egyébként én akartam arról a nagy palaszról is beszélni, de majd később megpróbálok még ott másik oldalt, ugye ott van a régi Pest-Szentlőrinc kavicsbánya vasútállomás, nem tudom, hogy be tudok-e valahogy jutni oda. Majd megkérdezem itt, hogy van egy nyitott rész. Hát, és ugye igen, itt azért látszik, hogy már két vágány is van, de ez a szabványos vágány vége jár, tehát ezt még az útátjáró előtt felszették már korábban. Viszont ezt nem. És ráadásul ugye amikor felújították itt az egész szemeletelepi megállóhelyet, akkor is a vágány kapcsolatot nem vették ki, azt a bekötést meghagyták. Tehát lehet, hogy még nem teljesen zárkóztak el, legalábbis akkor még úgy gondolták, hogy lehet, hogy ezt még valamikor újra be kell indítani, ezt a vasútvonalat, és emiatt a lehetőséget meghagyták, de hát túl sok reményt én erre nem látok, így megmondom őszintén. De majd, hogyha később haladunk előre, akkor megmutatom, hogy mire is gondoltam, meg hogy néz ki ez a vasútvonal. Hát nagyjából így itt tudok nagyjából megmutatni magát az állomási épületet. Tehát ez egy szabványos ilyen, egy megszokott állomás volt melléképülettel. Ez volt ugye a felvételi épület, csak itt a gasztó nem nagyon látszik. Meg voltak itt ilyen kiszolgáló épületek is, hogy ugye ez olyan állomás volt, ami soha nem volt személyforgalom. Viszont ugye a kavicsbányához tartozott, tehát itt árufeladás az mindig volt, tehát aztán kereskedelmi dolgozók is voltak itt, meg talán vágálymérleg is volt. Szeszi, most így nem emlékszem, most ugye nem biztos, hogy ezt közelebbről meg tudom nézni, de azért így nagy zoommal meg és sok kerítésen keresztül ennyit tudtam megmutatni. Hát ez maga a felvételi épület. Eddig sikerült bejönni. Ez pedig valami kiszolgáló melléképület lehet, de itt is jártak korábban, az látszik, vagy kerítés itt is le van taposva, csak itt ez a nagy szögezsót, és ezen a kis lukon én nem félek át, úgyhogy ezt most inkább nem erőltetném. És szerintem ez volt régen ez a záró felvevőnek hasonló iroda lehetett itt. Hát ezt még megnézem, hát hogy itt át tudok mászni, de sok esélyt rá nem látok, úgyhogy szerintem itt hanyagoljuk, és meg látszik azért elég rossz állapotban maga az épület is. Még 5 éve még voltam bent, akkor még ennyi elem, hogy nem volt. Most nem biztos, hogy bemernék menni.
Egyébként itt volt egy nyitott kapu, ezen keresztül jöttem ki. Idáig, tehát ez tipikus ilyen riglis kert kapu. Sőt, még be is tudom zárni. Okay. És ugye itt volt maga a plac. Itt látjátok, még a sinekben ennyi megvan. Ugye itt jöttek a vágányok. Itt. És ugye ott a háttérben pedig ott a 100-as vasútvonal. És ez pedig maga az utcafronti része a kavisbányai állomásnak. Így sikerült. És egyébként ez az érdekes, nagy, nagy beépületlen plac is érdekes, mert itt azért nem olyan egyszerű, mert nem is lesz valószínűleg beépítve sokáig, mert ez egy szennyezett vidék. Tehát itt valamikor ilyen pokuratavak voltak, és itt pakudával ezt az egész szeretet, ezt a tavada felejt mindent. Elég jónosan el lett szennyezve, és ez bizony nagyon sokba kerülne mentesíteni ahhoz, hogy de bármi is épülhessen. Valamikor régebben ugye az Osan nézte ki ezt a területet magának, és érdeklődött is utána, de ugye amikor megtudta, hogy saját költségen kéne mentesíteni, meg ugye ez konkrétan ez egy komplett talajcsere, mert ugye pakudával ezt úgy elszennyezték, mint az istennyira, akkor végülis az Osan nem épült meg, visszamondták, és azóta is ez így van, ez az üres plac. Hát ez pedig maga az kavisbányai állomás, hát. Ugye, mert megvannak még a kiágazó vágányok is. Itt vannak a kiszolgáló épületek. Valószínűleg egy is alakott már. Tehát ugye a sinek megvannak, még csak eltakarja őket a gaz. Mindegy, amit akartam, azt megmutattam. Van itt egy pár graffiti is, mint látjátok. Az épületben most nem megyek be, mert nincs olyan állapotban, meg lehet, nem is örülnének neki, ha mégis van itt valaki. Úgyhogy itt, ahol bejöttem, ki is megyek. Akkor innen kimásztam, most már visszafele megyek. Na hát ez meg a... Amikor az Urbex meg a vasút találkozik, a vonalbejárás, hát van ilyen. Ugye szintén ilyen placokon azért biztos mondtam már ilyen videóban, de nagyon jó tanács, hogy azért a lábad elé nézzél mindig, mert érhetnek meglepetések. Ilyen azért, mert lehet, hogy például volt ásott kút, előfordult már ilyen, és a kávája már nincs meg. Csak egy bazin nagy luka földbe, amit esetleg még a gaz is benőtt. Úgyhogy nagyon kell vigyázni. Meg lehetnek ilyen aknák is, vagy bármi a földbe, aminek a... A teteje az alumíniumból van, azt meg szeretik ellopkodni. Ja, arra is vigyázni kell. Ezért ilyen helyeken azért mindig a lábad elé nézzél. Ez az ilyen elhagyott területen mászkálásnak az egyik fő szabálya. De ugye mindjárt visszaérek az útra, és akkor... Most én nem tudom a síreket követni. Na, ja. Közben egyébként itt van a légifolyosó is, tehát így a Ferihegynek a... A repülőtérről föl, meg leszálló gépeket is így nagyon jó meg lehet figyelni. Hát ugye most a sineket nem tudom így tovább követni, hanem majd megpróbálok így valahogy visszamászni, mert a sinek azok valahol ott mennek, de az út meg erre kanyarog. Tehát majd jelentkezem, hogyha sikerül megint visszamennem a sinekhez. Most a Vág utcánál, közben itt a végénél, itt sikerült visszajönnem a sinekre. Akkor kicsit eljövünk erre, és akkor megnézem, hogy itt mi a helyzet. És itt van valahol mögöttünk a Pest-Szent Lőrinci, vagy Lőrinci temető, most írtam, nem tudom, hogy pontosan hogy hívják, de a mögött megy el. És egyébként ez egy ilyen, itt van egy szervényszám, egy ilyen mutatom, 82-es, tehát aztán, hogy ha jól emlékszem, akkor Soroksártól kezdték el építeni, és onnan is van számozva, tehát 8,2 km még a másik irányba. De most ugye itt, ám baj, azért is jövünk erre, mert ugye a nap a másik irányból süt, és így legalább nem ellenfényes a videó, és ti is többet láttok belőle. Meg, ja igen, itt van a Lőrinci temető. És emögött jött el a... Én csak ugye nem tudtam most ugye, ott a bánya az el van kerítve, és nem tudtam arrafele jönni. Viszont... Meg hát ugye, hát, jó, ott sikerült bemenni addig, csak hát ugye ki tudja, hogy a másik oldalt, valószínűleg ott is kerítés van.
És ha ott nem tudok kijönni, akkor az már szívás. Úgyhogy inkább itt az utcákon jöttem, meddig tudtam, és itt tudtam visszajönni a Budmára. És egyébként mindjárt látjátok, hogy szerintem itt még tudok egy képet nyomni majd onnan, ahol ugye ott az ív után, ahogy ugye befordul a Kovics bánya felé. Az volt még itt egy olyan, és akkor itt már ugye látszik, hogy maga a felépítmény az nem is rossz, mert ugye betonalj meg 48-as sínek. Tehát ez azért komolyan, és ugye ez a szakasz volt ráadásul az, ami a legtovább életben volt hagyva. Mert 2007-ig ezen még volt teherforgalom. Már meg fogom mutatni, hogyha eljutok addig a következő. Ugye az még jóval messzebb van, ott még a Pest-Szentlőrinci erdő előtt, vagy sőt már az erdőben lesz a végig, ott jóval mész, ott meg is van jelölve, hogy meddig. Hát ott nagyon látszik, hogy meddig ment fel az utolsó vonat. Csak hát az is több mint 10 évvel telt azóta. És ugye a másik, a Sodoksári felőli vég az már fizikailag is járhatatlan, de hát azt majd meg fogjátok látni, hogyha eljutok odáig ma. Hát, vagy ha nem, akkor előbb-utóbb elfogok, és akkor majd megmutatom. A fánya az meddig tartott el a vonalat, ugye forgalommal, azt nem tudom így most fejből. De egyébként voltak ilyen kiágazó iparvágányok később is, ahonnan ugye azért szedett fel forgalmat, meg majd ugye meg fogjátok látni a Cséri szeméttelepet is, hogy az is. A háttérbe pedig már ugye, na, azt látjátok, egy tehervonat megy a százason. Ó, hogy ez nem bírt akkor jönni, amikor ott voltam. Szép hosszú. És ott a vége. Jó, ismét közben egészen sokáig besétáltam. Egy egészen itt már a magának a volt állomásnak a végéig, de itt alfákból csináltak egy útátjárót is. Ugye itt már megvannak a rozsdás váltók, egész szépen be lehet idáig jönni, tehát szerintem simán, hogyha itt maradtam volna és elindulok a sidek mentén, akkor itt végig tudtam volna jönni, csak hát az kár, hogy nem tudtam. Igen, itt még világítási oszlopok is voltak, mint láttátok, csak ugye hát ugye az fából volt, azt már ellopták. Ugye ott látszik ilyen derék magasságban elvágva, és itt van egy váltó kibelezve. Tehát itt volt ugye, itt ágazott ki szerintem az első vágánya bányáig, és hát ugye a váltóból ennyi maradt. És ugye itt látjátok magákat a sineket, itt van a kiágazó simpál is. Itt a fő, amin most sétálok, de most lejövök ide mellé, könnyebben tudok haladni. És ott a háttérben már ott a kavisbányai állomás, tehát szerintem nem volt elkedítve se, úgyhogy simán ki tudtam volna erre is jönni. És a másik oldalt meg megondolít a sinek menti, abszolút nem volt elkedítve, simán besétáltam eddig. Úgyhogy, hát ha ezt tudom. És ugye ott van maga az állomás épület is. Na, persze nem tűnik. És lehet, hogy még itt is voltak egyébként vágányok, nem lehet tudni, bár szerintem nem, mert annak lenne valami nyoma. Mert a vágányok felszedésre nem igazán foglalkoztak akkoriban, hát nem fogok én most addig elsétálni, szerintem azt láttátok, igen, na ott jön megint egy vonat, illetve az megállt szemedetelepen egy kék fölött, és itt van maga az a kavicsban nyelmes, amit láttatok, és ahogy itt látom, ott nincs kerítés, simán el lehetett volna eddig jönni. Hát csak hát ezt én nem tudtam, és hát ugye arra gondoltam, hogy sétálok majd egy kilométert, aztán hirtelen lesz egy kerítés előttem, és nem tudok vissza azon kimászni, és mehetek vissza. Hát de viszont így lett több sétál, mert meg visszafele kellett ennyit jöjjek, de hát ez van. Úgyhogy szerintem akkor ez itt már nem érdekes tovább, inkább visszafordulok, és megyünk tovább a Burmán. Hát itt azért látszik ez a nagy plac. Ugye ez itt mind a szennyezett föld, amit már ugye említettem, hogy itt ilyen pakudatavak voltak nagyon sokáig, mert ugye itt de nem is csak a kavicsbánya, de szerintem volt itt más is, ami itt ezt elszennyezte teljesen pakudával.
meg ilyen olajjal, meg minden szarral, és ugye elmondom, hogy az Osan szeretett volna ide egy ilyen nagyobb áruházat építeni, és akár amikor megtudták, hogy mibe kerülne ezt mentesíteni, mert szerintem itt egy komplett olajcsere kell itt mindenhol, akkor így visszaléptek, hogy inkább mégse. És hát ugye a Burma az meg errefele haladt tovább, tehát ott, ja, igen, ott a háttérre most húz el a felett a nyugati fele. Talán be is hallatszik kicsit. Úgyhogy akkor szerintem így most vissza fogok sétálni a Vág utcáig. És majd ott fogom megint bekapcsolni a kamerát. Hát itt ugye nagyon más látnivaló nincsen meg most mindjárt, hogy a temetőni elfordul a vágány, úgy még ellenfénybe is leszünk. Az pedig már megint úgy sok mindenre fog látni. Most éppen kisütött a nap egyébként, ahhoz képest, hogy január van, egész jó idő van. Szerintem van legalább olyan 15 fok. Igazi tavaszias idő van. Úgyhogy végül is sikerült jó időt választani. Így a vonalbejárásra. Nincs azon a nagyon hideg, nincs azon nagyon meleg se. Most még gaz sincsen. Akkor, ahogy akadályozza így a... Mert igazából ilyen régen hagyott vonalakat bejárni, azt inkább így tavasz környékén lehet a legjobban. Mert nyáron már nagyon benövi a gaz. Ilyen kizöldülött minden, meg megnőnek a gazok, akkor azért nem lehet haladni. Télen meg sokszor nagyon hideg van, meg hogyha esik a hó, akkor amiatt se látni semmit. De most, meg mostanában nem jön szokott igazán havas tél lenni, úgyhogy még ez a január-február is, hogyha nagyon hideg nincsen, alkalmas lehet erre. És hát ugye rengeteg terv is van ilyen vonalbejárásokra. Úgyhogy hát, hogy még fogok menni többször is. Hát jó, akkor egyenre szerintem, akkor ennyi. Ja, itt van még ez a kis régi jelző árbóc. Szerintem amúgy alakjelző volt rajta így fénykorában, és ez volt a bányának így úgymond a bejárati jelzője. Viharban születtem, de itt közel járok. Hát, szolgálati közlemény volt, köszönjük. Hát akkor ennyi, akkor szépen visszasétálok oda, ahonnan jöttem, ugye a Vág utcába. Aztán majd onnan folytatjuk, onnan jelentkezem. Egy érdekesség itt a sinek mellett találtam ezt, és ez egy régi sárga kazettás Nintendo-s játék. Hát sajnos a címke az már lekapott róla, úgyhogy nem tudom melyik. Meg Nintendo sincs, amivel ki tudom próbálni, de azért ez érdekes. A régi játékkonzolok, azok még ilyeneken működtek. Na, közben vissza másztam oda, ahonnan ugye elindultam a kavisbánya fele, és ez pont olyan, hogy van a kamerában egy olyan funkció, hogy ellenfénykompenzáció, hát most meg majd legalább kiderül, hogy ér-e valamit. Meg kell letakarni az optikát, és valami látszik, de hát itt ugye most pont szemből süt a nap, úgyhogy ez az abszolút ellenfény. De hogyha elnézünk arra, most mit mond? Hát ugye ez ellenfénykompenzáció be van kapcsolva. Akkor meg szerintem pont nem kéne, mikor nincs ellenfényben, de hát meglátjuk, hogy de ott tartunk, hogy ugye láttátok, hogy 88-as szelvénykőig sétáltam be a bányába, ez ma 81-es, tehát Soroksától még egy picivel több, mint 8 kilométerünk van. Biztos mondtam már más vonalbejárás videókban, de a vasútvonalakat 100 méterenként szelvényezték meg. És látjátok, itt még ilyen sínszálak is vannak, de lepakolva a pálya mellé. Meg az szintén lesz majd egy jelző. Szintesen a következő az lesz, amikor az ülői utat fogjuk keresztezni. Mert ott még ugye megvan ez a vágány átszelési szintben, ott átmegy rajta a Burma, az 50-es villamoson is. És majd mi szerintem előbb-utóbb oda fogunk érni. De itt látjátok is, itt van a... Itt azért vannak sínszaglapakolva, és itt egy jelző. Itt akarom kicsit jobban megmutatni. Ez szerintem egy karos jelző volt valamikor.
egy alakjelző, és nem tudom, hogy honnan kezelhették ezt. De ugye most tartunk körülbelül a 8-as, vagy egy 80-as szelvénynél, és egy olyan, nem is tudom, pár száz méter szerintem, és már az üllői utat fogjuk keresztezni. Sziasztok! Közben megérkeztünk az üllői úthoz. És itt vagyunk, mindjárt ott, ahol keresztezi a Nagy Burma vágány az üllői utat. Itt egyébként a villamos, az 50-es, az mai napig jár, majd meg is fogok egy szerelvényt várni, mert hogy csak felveszem azt, ahogy átcsattog az átszerésen. Egyébként itt a villamos megálló neve is őrzi, még a Burma emlékét. Ugye Iparvasút, ez a megálló neve, amelyik itt van. Itt van. És itt vagyok mindjárt a vágány átszelésnél. Itt szerintem régen még volt egy őrház, és amelyik itt fedezte ezt a kereszteződést. Mint ahogy például a Lajos-Mizsei sorompónál is volt, bár itt talán tekerő sorompó nem volt soha az úton, hanem mivel itt azért nem volt rendszeres forgalom személyse, tehát szerintem jelzőre fedezték az átkelést, és csak a villamos forgalmat állították le. Addig, de nézzétek, itt is van egy 50-es villamos, és ez mindjárt át fog jönni a kereszteződésen. A megálló neve Iparvasút, ez a Burmák az összes emléke, és akkor, hogyha elindul itt, akkor itt fog átcsatogni ezen az átfelésen, és Majon is. Na, figyeljetek! Lelassít. Igen, és ezért ez egy olyan úgynevezett vágányátszelés, ami ugye látjátok, így hézagos, tehát gyakorlatilag ugye itt mindig az egyik kerék van megvezetve, itt ahogy látszik, és akkor így konkrétan így átdöccen, vagy átbillen a másikra. Ez így a Nagyvasúton egyébként szokás olyat is csinálni, hogy az átszelés nincsen megszakítva az egyik a főág felől, és akkor ott nem kell lassítani, a lassítás nélkül átmehet. Ilyet én is a Szegeden láttam, a 3-as villamos meg a vasútvonal találkozásánál. Ott a Nagy Vasútnál nem. Ott nincs így megszakítva a pálya, és ott 80 km-es pályasebességgel lehet rajta áthaladni. A villamos pedig szintén ilyen 15-re meg 10-re lassít, és úgy megy át. Hát, ott egy picivel arrébb van egy zebra, én inkább ott fogok átmenni. Ez valahogy egyszerűbbnek tűnik. Átjöttem a túloldalra. Innen most egy másik szakasz jön, itt már ilyen házak között ilyen kertvárosi részen halad. És ugye ott az előtérben láttok egy tüzes jelzőt, ezt majd mindjárt elmondom, hogy az micsoda. De egy picit azért menjünk csak tovább. Ja, megmutat a betonaljakat is, ezek ilyen TU67-es fajták, tehát a TU, és az is látszik, hogy itt szintén ugye ezek a TU-s betonaljaknak a nagy betegsége volt a fatipli. Ez itt is megvan. Tehát ezek szintén fatiplis betonaljak. A 67 az szerintem az évszámot jelenti. Mert ugye a modernebb ellemes betonaljak, amiket az új építéseknél használnak, az már műanyag tiplis, tehát az tényleg az örök élet körülbelül. Ugye a fatéplével az szokott a baj lenni, hogy kirohad. Előbb-utóbb ugye elkorhat, kirohad, és akkor már nincs tartása, nem tart. Hát ugye itt látjátok, a sincsavart nem tartja. Tehát vannak olyan kirohadt fatéplik, ahol így puszta kézzel ki lehet szedni a sincsavarokat. Hát ez most még egész jól tart. De biztos, hogy találnék olyan sincsavart, amelyik már kiáll. És akkor mindjárt mutatom, hogy... Tehát ez itt egy úgynevezett fénysorompó ellenőrző jelző. Jól van, már fuss. Az optikát már kiszedték belőle. Hát, hogy dadazsakon kívül van-e benne valami, bár ilyenkor szerencsére dadazsak nincsenek. De ugye ott két optika volt, meg két izzó, és ez úgy működik, hogy gyakorlatilag ismétlő, megismétli a fénysorompó jelzését. Tehát ez egy ugye... A mozdonyvezető felé jelzi, hogy a fénysorompóval mi a helyzet.
Tehát, hogyha akkor megfordítani a kamerát a másik irányba, és akkor így talán jobb lesz, mert kevesebb fény van rajta, na, szóval akkor majd így. Főleg, hogyha a kezem se lenne benne. Szóval ez úgy működik, hogyha két villogó fehérje felvált, a villogó fehér fényt lát a motorvezetőtől, mikor ezt látja, akkor azt jelenti, hogy a fénysorompó az rendben működik, átváltott ugye tilos jelzésre. Ugye megjelent rajta a két villogó piros fény, és akkor ugye nyugodtan mehet az átjáró felé, mert ugye tudja, hogy le van zárva. Ha csak egy villog, akkor az valami hibát jelent, de a lezárás megtörtént, tehát szintén nem semmi teendője nincsen ilyen szempontból. Hát ugye maximum annyi, hogy jelentenie kell, hogy nézzék meg, mert lehet, hogy mit tudom, az egyik villogóból kiégett az izzó, és akkor csak egy villog, de vagy valami egyéb ilyen vízbeles hiba történik, hogy esetleg a sorompó nem zárodott le, ha van. És hogyha semmi, hogyha ezen nem lát jelzést, akkor viszont csökkentenie kell a sebességet, és csak 15-tel mehet az átjáróig, mert az átjáró mások 15-tel mehet át, mert lehetséges, hogy nem váltott át. Vagy nem működik. Mert ez erre való mellékvonalakon, meg iparvágányokon használják főleg. És hát ebből még fogunk egy párat látni. Egyébként mindjárt odaérünk akkor az útátjáróhoz, ahol a fénysorompót jelezte. Meg is mutatom nektek. Szerintem így jobban látszik. Most már azért nem zavaró az ellenfény, mert nem pont szemből kapjuk a napot. Egyébként az is szintén így jellemző így a Burmára, hogy a fénysorompók működnek majdnem mindenhol. De legalábbis annyira, mert azt is hallottam egy-két fénysorompóról, hogy már ez egy eléggé tönkrementek, de vízbe szempontjában meg minden. Csak annyira van megcsinálva, meg annyira van üzemben tartva, hogy a fehér fény villogjon. De egyébként már nem működne úgy, hogy érzékelje a vonatot meg, stb. Mert az a része már teljesen topa, csak minek megcsinálni, ameddig nincs forgalom. Tehát majd ha lesz forgalom, akkor meg fogják csinálni. Addig meg ugye úgy vannak valami minek. És egyébként meg ugye az, hogy tehát annyira működik, hogy a fehéret tudja villogni. Azért van, mert leszerelni ezeket a fénysorompókat, hogy mindenestől nagyon drága lenne. Viszont így, hogy villog egy fehér LED mondjuk egész évben, hát ez meg fogyasztásban ez gyakorlatilag semmi. Tehát ez pár fillér. Ugye ilyen éves költségvetési szinten, tehát igazából nem éri meg. Leszerelni meg egy ilyen átjáróban a fénysorompókat, mi ugye mindent, hát látjátok itt is van öt. Öt fénysorompó van itt ide lepakolva. Tehát egy ilyet leszerelni az ilyen milliós tétel. Sőt, lehet, hogy 10 milliós. Annyit meg, hogyha itt villog egész évben, tehát 100 vagy 1000 év alatt nem zabálna meg ennyi áramot se. Mert most egy ilyen villogó kis fehér LED, vagy egy ilyen kis izzó, az low-cost fogyasztással van. És mondjuk itt tudom én 1000 óráként ki kell cserélni, és kikerül 50 forintba egy ilyen. Tehát nem egy nagy dolog. De ugye látjátok itt is meg van, hogy ennyi. Villog a fehér, és igazából nagy karbantartás nincsen. Az izzókat cserélik ki néha. De ez meg olyan, hogyha kicserélik és raknak bele egy ledeset, akkor az még ennyit se fogyaszt. És el van egy pár milliamper árammal, tehát nem egy nagy dolog. Ezért sem nagyon erőltetik azt, hogy le kelljen szerelni, meg igazából meg megmondhatni enni nem kér, tehát. Ja, hát most kiasztaljuk az alkalmat, hogy nincs itt senki, és átjövünk. És itt a következő útátjáró jelző, de ez még jobb állapotban is van. Hát főleg, hogyha az ellenfénytől látnátok is valamit, de mindegy, itt van. Benne van még az optika. Hát ugye nyilván működni nem működik, mert... És így néz ki a hátulja. Hát, nagyjából ennyi az, amit el lehet volna mondani, és ugye itt is az van, hogy ugye van egy fénysorompó, két fénysorompó, plusz ugye van egy ott szemben, amelyik ugye innen a keresztező útnak és mutatja a helyzetet. Meg van kettő a két oldalt a járdágyalogosoknak. És egyébként ugye mostában meg az a szokás, hogy a másik oldalra is lesznek, tehát hogy itt is lenne még egy, meg ugye mindkét oldalt lenne. Hát nézzétek, de csak nem kell, hogy újra épített átjáró, villog, mint egy karácsonyfa, nehogy valaki ne vegye észre, és hát így is van mindig egy-két barom, aki nem veszi észre és belemegy. Na hát akkor erdvenye, menjünk tovább innen, már látjátok, ez a kertvárosi részen vagyunk. Még valami érdekességet itt. Szintén úgy néz ki, mint valami jelző, de az a kérdés, hogy ezt vajon honnan kezelték, hogy ott látszik a kábelcsatorna is.
Ezt vonóvezetékkel állították valahonnan, de vajon honnan? Mert itt a környéken nem látok semmi erre utal, nyomot itt ölhely lett volna, vagy bármi, mert hát igazából egy iparvágára minek tettek volna. És egyébként ez itt mindjárt most mutatom, hogy melyik szelvényben van. Ez a 74-es, ha jól látom. De össze van filtrálva, úgyhogy elég nehéz. Nem, ez a 71-es szelvény. Viszont a fénycsodon poszt tartozik, ezt hívják, ez az úgynevezett behatási pont. Tehát itt van egy érzékelő, ami beindítja a fénycsodon pót, hogyha itt elhalad a vonat. Bár szerintem ez még a másiké, nem az, ami itt előttünk van. De ez úgy működik, hogyha itt van egy ilyen szigeteltsín, amire ráhalad a kerék, akkor ugye zárja az áramkört, és ez indítja be a fénycsodon pót. Tehát ez így. Ez így zanzásítva, mert azért ennyire nem egyszerű, azért bonyolultabb egy kicsit, de kb. Így működik, hogy így a vonat működteti a fénycsodompót, és a túloldalt van egy másik, egy ilyen érzékelő, az a kiszámlálási eszem, vagy ott hogy hívják pontosan, az meg ugye azt érzékelünk elé, hogy már az utolsó tenger is áthaladt rajta, és akkor vált át a fénycsodompó fehérre. Hát ez így röviden ennyi, és akkor ott a következő átjáró mindjárt, szintén fénysodompóban. Kiszámláló pont lesz ez az Integra Ganz, ezen még rajta van a tábla is, de egyébként ugyanaz. Hát ez már itt, ahol elhagyja az átjárót a vonat, akkor állítja vissza a fénysodompót. Hát itt el ezt csak elutalálni, egyébként na, most pont szemből sőt a nap, úgyhogy csak az ellenfény, de inkább azt mutatom, hogy arról jöttem. És ugye szintén itt ezen a kertvárosi részen keresztül így a pont így a közepébe megy el a vasút, hát igen, hát ez ilyen volt. És mindjárt elérünk itt ennek az övezetnek a végén, ott az előtérben az látszik, és aztán bemegy az erdőbe. Na, itt vagyunk akkor a Nemesemkörös utca, az a Fiume utca végén, és itt van a vége, és itt is van egy ilyen fénycsodompót ellenőrző jelző, és erről van is egy jó képen, nem vészem még régebből. Be is fogom ide vágni, hogyha rajta lévő hozzájárul. Mert itt tényleg ugye ez látszik, hogy innen az optikát is kiszedték, meg a hátulját is. De és itt van a vég, és innen kezdődik az erdei szakasz. És ugye mindjárt mutatom is, hogy menj, de nem tudom, hogy ja, nem lehet felvétel közepiszkálni. Se baj. Ugye itt már vannak az erdei utak. És lassan elérkezünk ahhoz a ponthoz, ameddig a legtovább volt életben a vasútvonal, de majd ezt is mindjárt megmutatom. Na, ellenfénykompenzáció, most mutasd meg, mit tudsz? Na, itt már ugye látszik, hogy itt már az űrszelvénybe is benő a gaz. Pedig miért tartunk ott? És ott látjátok ezt az iparvágány kiágazást, ha látjátok. Mindjárt ott vagyunk. Tehát igazából maga a forgalom, az legtovább az egész Burmán itt volt eddig. Innen Szemedetelepig volt forgalom. Mert ugye itt látható volt, itt az iparvágány kiágazik. Ugye már a váltó sincs meg, az ott volt. De legtovább innen volt az ás, mert itt van egy úgynevezett atkótelep, egy ilyen ipartelep. És ott volt egy cég, amelyik ilyen konténerházakatnak hasonlókat gyártott, és 2007-ig még ők fuvaroztak a vonalon. Szerintem nem túl gyakran, igazából heti egy vagy havi egy-kettő vonat volt, ha jól tudom, így már az utolsó években nem nagyon volt nagy forgalmuk. Aztán ugye a cég megszűnt vagy elköltözött innen, és azóta ugye nincs már forgalom rajta, tehát ez volt az utolsó, hogy miután ez a forgalom megszűnt, így a vonalnak is lassan már ugye elindult a vége, de addig járható volt és üzemelt is. És erről még, hát megpróbálok majd a neten keresni képeket róla, de elvileg van, hogy itt még volt forgalom itt az atkótelepen. És ugye, de már maga, de úgy emlékszem, legutóbb, amikor erre jártam, az iparvágányba is beleloptak. Hát ez mi? Ja. Szerintem Tesco gazdaságos madáretető, igen. Nem olyasmi lehet, ilyen madármenza van itt. Na jó. És itt egyébként erre járnak kirándulók is, de hát innen már azért
nem annyira kihalt az erdőse, és akkor most figyeljetek, ott itt a sínt. Itt mászik, itt már az egyik elhajlott egyik irányba, másik a másik irányba. Tehát innen már ugye lopták. És ugye itt látszik, hogy ugye ezt is ugye, ezt felborították, tehát ezt valaki szerintem megpróbálta ellopni. És akkor ezt is felborították. Hoppá, hát ez meg... Ott meg talán valami buli van? És itt az egyik sínszálat már ellopták. Ugye igen, biciklisek is vannak. Ugye, ahogy itt lehet, hogy itt ugrott meg, hogy nagyon óvatosan fog besétálni. Na, hogy nagy oldalból elkapjon egy biciklis. Áug. Jó, hogy innen jön a zene. Jó, akkor itt most lekapcsolom. Lényeg, hogy itt akkor megint, de itt látjátok, ott ugyan a sín megvan, csak ugye ráhordták a sarat. De, és itt van szembe az Atkó telep. Tehát itt sem fog már vonat járni. De itt aztán, hogy 2007 talán közepéig, akkor szűnt meg itt ez a konténerházak, vagy gyártó valami, vagy költözött el, és addig itt volt forgalom, eddig. Tehát a gyárkapu még megvan. Tehát maga a telep az még üzemel, csak már vasúton nem szállítanak, szerintem még a vágányhálózat is megvan ott belül. De most nem tudok bemászni, megnézzem. Úgyhogy elégedjetek meg ennyivel. Hát és akkor most éppen visszamászunk a Burmára. Megpróbálok ott lehet ledövidíteni az utat. És ugye majd felmászok itt, hogy a bicikliseket ne zavarjam. Mert hát én sem örülnék, hogy itt oldalról elkapna valamelyik, úgyhogy nekik is jobb, ha itt megyek, meg nekem is. Szintén föl tudok mászni. És ott előttünk van a Burma. Egyébként itt van, tehát valami olyan hasonló konténereket vittek utoljára vasúton. De az nem mostanában volt. Hát mondját, hogy igazából 11 éve, tehát akkor szűnt meg. És eddig volt akkor ugye használva a Burma, és azóta már eddig se. Tehát az a szakasz, ahol majd most fogunk utána haladni, az már nagyon régóta ott semmilyen forgalom nem volt. Azt még nem sikerül kiderítenem, hogy utjára mit és hogyan vittek azon. De majd lesznek itt még olyan szakaszok, ahol megvannak az infók és sokkal több. Úgyhogy majd visszatérek itt mindjárt. Most azon elrakom a kamerát, mert itt két kézzel kell kapaszkodni, hogy azon a meredek szalon fel tudjak menni. Kutyákkal is találkoztunk, de barátságos volt mind a kettő. És itt van a vasút, úgyhogy nem is kellett nagyot kerülni. Itt van egy út is mellette, hogyha nagyon benőtte a gaz, akkor azon is tudok menni. De majd mindjárt csinálok egy pár képet is a vonatról. Dina legalább be lehet látni a telepre is valamennyire. Hát itt főleg itt ilyen roncstelep, meg ilyen szemétkomposztálókat látok, más nagyon nem. Szóval azaz. Mutatom, tehát egyébként önnen itt ilyen biciklisek ugratnak, de... Semmit, felmásztam ott a másik irányba, hogy zavarjam őket. És rajta legyen, megmutatom, hogy itt mi van. Tehát ez az már az abszolút járhatatlan része a dolgoknak. És valahol egyébként ott szerintem még amarrébb volt egy ilyen... De ki volt rakva, én úgy emlékszem, régebben a szabályos járható pálya végejelzés is. Ugye ezt még akkor tették ki, amikor még az Atkó kiszolgálta innen. Az Atkó telepet még kiszolgálták, és... Ugye addig használták a vágányt, és akkor is ugye picivel odébb akkor kiratták azt a járhatatlan pálya. Hogy véletlenül sem menjen tovább. Egyik vonat se a váltó után. És akkor ezt nézzétek, itt van maga a vágány, de ez teljesen benőtte a gaz. Jó, hogy ez az út itt van mellette, különben nem tudnék ezen végig menni, de... Van, hogy annyi gaz van, hogy átadhat. Hát ezt itt kipucolni, az nem lenne egyszerű. Ha itt még egyszer valaha vonat fog járni, nagyon ki kell pucolni mindent, az látszik. Úgyhogy, jaj, hát közben egyébként ez itt egy erdei út, tehát itt azért kirándulók, meg kutyasétáltatók, meg mindenki jár itt.
De hát minket nem zavarnak. De vigyáztam, hogy ne legyen rajta senki a felvételen, hogy itt még baj legyen belőle, de ként ennyi. Itt haladunk itt mellette, és hát ugye sem tudok rámenni a vágányra, mert látjátok, mi van itt. Viszont ez itt mellett, mert mindig az atkótelep. És majd ott, ha jól emlékszem, akkor egy picivel odébb lesz egy, megint egy fénysorompó, ami már vagy működik, vagy nem. És utána ráfordul itt a kettős közös útra, és szintén így ilyen erdős részen megyünk. És utána lesz majd az, amikor eljutunk ugye megint egy ilyen beépített részre, és onnan már a... Mi is jön? Nem teszem, de a Pesszentimrei felsői vasútállomás, ahol már 142-es vonalat is keresztezzük, és ott van még mindig az... Na nem bazd, nem eszembe vannak az útnak, nem van még gyárfele, megy meg. Ugye a 54 meg az 55-ös buszok járnak rajta, és ugye azon túl, már ott a nagybani piac, meg ugye nemrég épült oda az IKEA, valamikor tavaly, tavasszal vagy nyáron adták át. És ugye, és utána megint egy erdős rész, és meg előtte az M5-ös autópa, és utána jutunk be Soroksára. Ez még körülbelül szerintem egy olyan 6 kilométer, mert szervénykövet ugye már rég nem láttam, de ez valahol arra lesz. És itt van a dzsumbúj vége. Kiértünk az erdőbe, ugye itt látszik ez egy erdbei út, itt van egy fénysorompója a Burmának, és szerintem ez régen tekerősorompó volt, és szerintem ez lehetett a régi öltház, ahonnan kezelték. De most hát ez nem biztos, hát sose lehessen tudni. És ugye itt ez a kettős közös utca, és akkor itt látjátok, a 184-es busz jár erre. Ugye ez egyik hombos megy el. És itt van a fénysorompó, ez még... Nem tudom, hogy ez volt, vagy nem ez volt, ami a múltkor nem működött, hogy valami szerint, de most működik. Hát ez itt tovább megy a kettős közös utcáig, és akkor itt átsétálunk, most az úton. És akkor itt jön a következő erdei szakasz. Fénysorompó üzemel. Egyébként itt a pálya fizikailag még megvan, tehát jár, tehát azért nem járható itt, mert ugye látjátok, hogy mennyi gaz van az űrszelvényben, de ugye ezt... Hát ezt, hogyha valaki kipucolja, akkor azából más akadálya nincsen, hogy ez nem járható. De majd itt a... Kicsit később lesz olyan szakasz, ahol már ugye pályába őt elloptak és sín hiány van, de ez még nem az. Itt ugye... Még... Nézd, hát látszik, hogy ugye magán a vonalon nem tudok menni, mert az már elég igazos, de... Ó, és ráadásul itt már ilyen akácok vannak, amik szúrnak is. De maga a sín még egyben van, és a felépítmény meg ugye nem változott azóta se. Mindjárt keresek egyet, ami rajta van a felirat még, és még olvasható. Itt egyébként az 57-es szelvényben vagyunk, úgyhogy van azért még Soroksári, van még hova menni. Itt van. Nézzétek meg. Hát, aha, itt van. Tehát van itt egy ilyen felirat, hogy... Na, látjátok, hogy Diós Győr, vagy nem Diós Győr, de 1950-48. Tehát ahogy mondtam, 48-as rendszerű sín, és hát ez 1950 óta itt van. Tehát látszik, itt végig 48-as sínek vannak. Ó, és igen, na itt vannak ezek a szúrós vaszkok. Na, de. És nézzétek, de van itt mellette egy út egy darabig, de az el fog kanyarodni. Hát így, itt ezen lehetne végig menni. Hát, látjátok, hogy mennyire benőtte a gaz. A legutóbb erre jártam, ezen még végig tudtam menni simán. Nem volt ennyire. Teledudvával. De azért majd igyekszem. Egy kis bozót lesz megint, ilyen bozót törőmenet. Na akkor így ismét ez az 55-ös szelvény környékén járunk, pontosan, és itt van az első sínhiány. Itt egy darabig ugye látjátok, hogy itt elloptak egy sínszálat, vagy lehet, hogy többet is. Majd mindjárt tovább megyünk és megnézem, hogy
mennyi hiányzik még. Közben a 184-es busz az továbbra is itt jár, viszonylag sűrű, mert ez már nem tudom hányadik, amit látok. De itt ugye sokáig ugye itt látjátok, hogy a betonaljak megvannak, és ott eddig van ellopva, tehát itt egy sínszálat vittek el. De utána már tovább folytatódik. Itt a legszalabban járható szakasz. Ez egy kb. A Csédi telepig így lesz. Majd szerintem utána fogok legközelebb jelentkezni. Mert addig itt mit tudok csinálni. Itt meg kell valaki kimászni innen ebből a dzsumbújból. Akkor ugye itt a szélén még valamennyire járható. Majd itt megyek. Kisebb lopások azért vannak, hogy továbbra is, tehát itt azért síncsavarok meg hevedelek hiányoznak néhol. De maguk a sínek még megvannak. De errefele is itt is van valami régi jelző lehetett itt. És hamarosan egyébként megérkezünk ide a Csédi telep felé. Legközelebb ott lesz itt ilyen nagyobb. Akkor valaki itt átmenni, szerintem itt már jobban járható. Bizony. Hát azért nem egyszerű, mint látjátok. Hát most egy darabig ilyen lesz, még legalább egy kilométerig. Úgyhogy majd valaki szerintem bozótörésből már eleget láttatok. Dzsumbúj vége. Eddig tartott a dzsumbúj rész. Itt látjátok, és akkor itt van egy kutyakiképző. És innen meg ugye látszik az iparvágány, és akkor becsinálok egy képet emelve. 184-es busz megint, és azt a váltót, ha jobban megnézitek, én már bele, ez az. Az már a Csédi telep felé vezetett valamikor. Ez itt egy ilyen kutyakiképző telep. És látjuk, hogy éppen óra is van. Szerintem el sincs kerítve. Sőt, ez itt nem csak, mert van egy játszótér is előtte. Ez itt, ahogy látjátok. És akkor, ezeket viszont jobb kikerülni, mert át is szög van benne. De egyébként itt van ez a Pesszent Lőnyi kutyakiképző iskola. De minket most nem ez érdekel, hanem még mindig a Burma. Úgyhogy tovább, és akkor itt van egy... Mert itt volt régen a Csédi féle szeméttelep. Ugye nagyjából Budapest összes szemetét ide hozták, erről azt kell tudni. Ja, és egyébként most, hogy így kiértem ide, és eszembe jutott, hogy amikor először erre jártam, még 2012. októberében valamikor, ha jól emlékszem, akkor még sínhiány ott benne az erdőben nem volt, akkor azt a sínszat azóta lophatták el. Mert a legelsőt azt akkor itt találtam, errefele. És akkor itt, ugye ez volt régen a Csédi telep, és akkor ott látod, ott egy iparvágány bevezetett ide magára a telepre. Hát az a kapuig megvan biztosan, hogy tovább megvan-e, azt nem tudom. De ugye ez egy őrzött terület, tehát hogy oda nem lehet bemenni. Itt, ahogy látjátok, ugye arról jött a vasút, és arra megy, és ott előttünk van a Csédi telep. Mindig a Csédi telep, viszont itt már van egy fényjelző is. Tehát azért ahhoz képest, hogy ez csak egy iparvágány, elég sok jelzőt rátettek. Jó kérdés, hogy minek. Nem szoktak az iparvágányra egy ilyen jelzőt tenni, mert azért olyan hatalmas nagy vonatforgalomra soha nem kell számítani, hogy kelljen ennyi jelző, de szerintem itt valamelyik lehet, hogy itt valamikor az őt váltót fedeztem, mert még arrébb is lesz egy, amíg bevezet a telepre. Nem lehet tudni, viszont itt megint lesz egy kipucolt út mellette legalább, tehát haladni azért lehet mi akkor is, hogyha úgy be van nőve gazzal, mint ott előttünk, ahogy látjátok. És ugye ez egyre gazosabb lesz, tehát még 5 évvel ezelőtt, mikor erre jártam, még fele ennyi sem volt, és sokkal jobban járható volt. Most meg hát, látjátok, hát azóta itt
senki nem végez gazírtást, azt nézzétek. Igaz van, és akkor ugye egyébként arról jöttünk, ott van a... És akkor szépen ott megy tovább, de egyébként itt előttünk meg már lassan a szeméttelep lesz. Szóval hát lassan itt meg, és itt a másik váltó, amelyik valaha itt ágazott ki, még egy van, amelyikben ment a Csíri telepre, de az, abból már tényleg nincs meg semmi. És ez pedig itt már mögöttünk a volt Csíri telep, tehát itt azért látszik, hogy itt a... Ezt hívták egyébként szemétvasútnak is, mert ugye itt hordták ide de rendesen a város szemetét. És ugye ezek itt a... ezek a dombok is igazából szemétdombok, csak ugye került rá némi föld, hogy kinézzen valahogy, de amúgy ez itt mind szemét, és mindjárt kijutunk megint egy olyan részbe, ahol ugye itt tőlem itt baloldalt így errefele már lakóházak lesznek, és hamarosan egyébként már a Pesszent Imrei vasútállomásnál vagyunk, ugye ahol így szintén így szintben keresztezte a Burma Lajos Mizsai vasútvonalat. És ott még ami érdekesség, de azt majd fogjuk látni, hogyha egyszer odaérünk, hogy a keresztet azt kibontották, amikor ugye volt valami felújítás a Lajos Mizsai vonalon, és akkor ugye csak útban volt, meg már nem kellett, meg lassította a forgalmat. Akkor kiszedték ezt a vágányátszerést, magát a keresztidomot, és kirakták oda mellé. Tehát gondolom arra gondoltak, hogy így, hogyha mégis kell majd valamikor, akkor bármikor visszarakható. És az azóta is ott van. Tehát ez legalább 15 éve, hogy már az a kereszt ott van. És hogy nem lopták el, meg ugye egyben van. Már lassan az lesz a fura ilyen helyeken, hogy az még ott van, ahol hagyták, de gyakorlatilag semmi nem történt azóta. És hogy itt látjátok, itt már megérkezünk itt az utca végébe. És ugye itt a, igen, ez itt a volt szeméttelep. És egyébként innen Soroksár sincs már annyira messze. Legalábbis a vonal nehezét azt már leküzdöttük. De lehet, hogy megint úgy fogok járni, szerintem, mert ugye itt nagyon már olyanra áll az idő, hogy megy le a nap, hogy lehet, hogy megint rám fog esteledni, viszont most tovább fogok haladni, mert nem tettem, hogy 2012-ben, de valamikor októberben jöttem erre, vagy novemberre, most itt el nem emlékszem, de ott körül. És elindultam délután, és eljutottam a Pesszent Imre felső vasútállomásig, mert ott már annyira, de már itt is annyira sötét volt, hogy fényképezni alig tudtam, de főleg, ahogy akkor még nem is volt ilyen. Akkor még ilyen kis kompakt fényképezőn volt csak, meg telefon, ami a sötétben alig látott valamit. Na korábban, és ott már Soroksár felé már föl is adtam, mert ugye nem mentem tovább, mert már rámesteredett úgy is, mert nem lett volna semmi értelme. De most szerintem egy óvatos beslés szerint is Soroksárig el fogok jutni, még világosban. Legalábbis még annyira világosban, hogy még ugye a kamera lásson meg. De viszont a kis Burma az lehet, hogy majd későbbre marad. Mert ugye Vátnál kicsit lassabban haladtam, meg ugye volt ez a Kavicsbányai kitérő, az a plusz 2 kilométer. És hát, hogyha az nincsen, akkor kicsit jobban tudok haladni. Meg akkor már nyilván 2 kilométer előrébb lennék. Akkor pedig már bőven Soroksár felé gyalogolnék most. De hát, mindegy, így sikerült. Hát ugye ez itt mind a szeméttelep. Úgyhogy, és ott a háttérben már én látom az utat. Ja, meg a Pesszent Imrei vasútállomás, vagy pontosabban a Pesszent Imre felső, és az is megállóhely, nem vasútállomás. Csak volt régebben. Viszont majd csak menjünk kicsit közelebb, igen, ott a háttérben már látom, akkor majd mondok egy-két érdekességet arról is, meg arról a környékről is. Vagyunk közben, már a 142-es meg a Burma találkozásának, akkor megnéztem ez a nagykörvési út, ez nem jutott eszembe itt mióta. És egyébként ez itt a lényeg, hogy itt van a régi vágányátszelés, amit ide kiraktak mellé, ez a keresztidom. Yeah, mint látjátok, ez így Diósdi 1980, tehát itt a... És ugye itt van az, hogy van a... Ugye az előbb láttátok, itt elment egy vonat is, tehát ez egy üzemelővágány, és ami még érdekes, hogy itt volt a régi 51-es villamos is erről jött, az ugye az odafutott be, ugye egyébként itt van a Pesszent Imre felső meg megállóhelynek az épülete,
itt tényleg közül jelentő szolgálat van és váróterem, és itt mellette volt az 51-es villamos végállomás, és az 51-es villamos az arról jött. Hát sok vonala nincsen, de ez az egyszer bivajré, tehát így errefelé jött. Majd egyszer egy másik videóban talán azt is meg fogom nézni, meg bejárni, hogy merre mehetett. És ami itt érdekes, hogy... Na mindjárt, hogyha lejövök innen, akkor megmutatom. Hogy ugye itt van maga az átkelő, meg a megállóhely, az addig oké, és itt van a 142-es vasútvonal. Jó, most biztos nem fog a vonalat jönni, mert fehér a fénysorompó, és jönnek át az autók. Ugye? Ezt a fénysorompót is el akarták már bontani, mert hogy ugye ezt a nagy körösség utat újra aszfaltozták, meg itt azért itt rekultiváció minden volt, de végül a fénysorompó maradt, mert leszerelni sokba került volna, de ugye magát az útátjárót meg már megszüntették, tehát ráaszfaltoztak, és nem is csak ráaszfaltoztak, hanem itt a múltkor még itt voltak ezek az STR-él, ilyen gumielemek, amik az átjáróban voltak, hogy azt is kiszedték és kidobálták ide mellé. De azokat azóta már elvitték, tehát itt így gyakorlatilag itt már a sinek sincsenek, meg a sineket is kiszedték az útátjáróba. Tehát itt látszik, hogy felbontották a sineket is az útátjáróba, tehát csak a fénysorompó maradt meg. És itt most át kéne menni. Mert ugye zebrát persze nem tettek ide, ugye besadnak az útot megépítették, zebra hozzá nem volt. És itt ugye mikor felépültek az IKEA meg a többi, na most vagy soha, most már muszáj átmenni, mert különben sose érünk át, hogy ide nyugodtan rakottak volna egy zebrát, nem tudom, hogy miért nem történt ez meg. Tehát itt van tovább a sín, a burma, amit itt látjátok, hogy itt például itt ilyen buszok járnak, mint például ez a 84-e. Ez például ez a határúthoz megy. Micsoda ez? Ez egy mosógép. Ez egy Volvo. A 256-os mosógép. És ahhoz képest, hogy most a rendszáma hótkosz. Tehát, hát mondjuk nem, jól mondjuk ez ilyen nagyon gyenge szóvic, hogy nem mosták meg. Elsőrtem már ezt egy párszor, de most ideket is választanak vele. És akkor ugye most, ugye ott a nagybani piac, ott van a háttérben, az régebben is ott volt, viszont épült még ide egy IKEA, meg még egy pár másik áruház, és emiatt ugye épültek ide új bekötőutak is. És ami érdekes, hogy a vasútvonal, de látszik, itt is eltűnt a sínszál, tehát ott azért vannak ám lopások, meg minden a sínbe. Érdekes módon nem az a megoldás, mert ugye papíron ez még egy létező vasútvonal, és talán nem is járultak hozzá az elbontásához, mert hogy ugye ilyen háború, ilyen katonai szempontból még fontos lehet, hogy ha valami szükségállapot van, vagy így el kell kerülni Pestet, vagy ugye ha nem lehet menni, akkor ez ugye elvileg bármikor járhatóvá tehető. Hát ugye voltak ilyen helyzetek, például a Békéscsabai Delta is ilyen volt, ami azt mondták, hogy hadi szempontból szükség van rá, mert igaz, hogy most olyan, ami ilyen, de két órán belül járhatóvá tehetőnek kell lennie. Tehát ilyen, hogy ráaszfaltoztak a sinekre az útnál, hogy megszüntessék az átjárót, meg ilyenek, az még belefér. Hát lehet, hogy itt is ez van, de ugye ez két órán belül nem lehet járhatóvá tenni, az is biztos. Viszont ugye itt a bekötő utakra így, én úgy tudom, hogy ideiglenes engedélyt adott csak az NKH, hogy ezt használatba lehet venni. Addig, ameddig ugye a vasútról nem veszik fel a forgalmat, mert amint ez megtörténik, ugye ezeket az utakat le kell zárni, és addig nem lehet megnyitni, ameddig nincsen rajta legalább egy a biztosított átjáró, ami ilyesmire hallottam, de hogy ez mi igaz ebből és mi nem, azt nem tudom, majd ti megmondjátok, de a lényeg az, hogy ugye itt ezek az utak megépültek, ugye itt simán itt ilyen azért tettek ide egy szalagkorlátot is, rátérves innen, viszont a sinek azok valóban megmaradtak, és épültek, látjátok, ilyen STR-él útátjárók is épültek ide. Szerintem most gyorsan ki kell használni az alkalmat, hogy nem jön semmi, és átmászni. És akkor itt mindjárt mutatok egy másik érdekességet, csak kicsit menjünk közelebb. Itt van egy másik vágány, és akkor ez itt picivel arrébb egy váltón keresztül ágazik ki a Burmából. Na most ez egy delta,
ez a 142-essel biztosít összeköttetést. És most jön a lényeg, tehát itt ez a Delta Wang, ez megy a 142-es vonalhoz, ott az régebben ott volt egy öldház a 142-esnek, a végén a besatlakozott, meg egy váltó, és ott, és ezt használták is, és sőt, ezt használták a legtovább. Ugye mindjárt mondom, hogy mi történt itt, mert ugye, itt az a fő Burma vonal. Tehát 2001 környék, 2001-ben volt egész pontosan, aztán májustól, hogy a 150-es vasútvonal, ugye a Kelebia Budapest, vasútvonalon volt egy vágányzávi felújítási munka, hogy a Ferencvárosi vasútállomástól és a Fraditól Soroksári ki volt zárva a pálya, mert ott ugye ott építkeztek, tehát ezt a Soroksári útig épült egy második vágány. Ugye sajnos Soroksárig nem, mert ugye pedig azt hiszem az volt a terv, hogy Soroksárig megépült, de végül csak a Soroksári úti rendezőjégé, vagy hát a Soroksári úti állomásig épült meg. Ugye tovább csak a helye van meg. És addig a személyi vonatokat, meg a megvekázat, ugye gyakorlatilag mindent, azt a Burmán keresztül terelték. Tehát az úgy működött, hogy megérkezett ugye a személyi vonat Soroksára, akkor ugye ott állt egy dízelmozni, általában egy Szergely, az ugye ráakadt a másik oldalról, és akkor ugye irányváltás után, ugye Burmán keresztül, meg ezen a Delta vágányon keresztül, elment ugye a 142-es vasútvonalon keresztül, ugye Kőbánya Kispestig, és aztán Kökin átment a Fradiba vissza a Retion vonalára. Erről találtok a YouTube-on videót is. Van egy ilyen régi szalagos kamerás videó róla. És hát már akkor is ugye éppen hogy járható volt, meg ugye nagyon dülöngélt rajta a vonat, de legalább használható, és erre használták utoljára ezt a szakaszt. És ez elképzelhető, mert hogy ugye lesz még ugye 150-es vonalon lesz majd valamikor felújítás, szintén ezen a szakaszon, hát lehet, hogy majd megint így fogják megoldani. Aztán, csak hát ugye ahhoz majd, mint látjátok, majd egy kicsit haladunk még. Az se lesz egy olyan egyszerű feladat, mert hogy ugye azóta már történt egy más a pályával. Tehát akkor azért, bassza meg, ez a szúrós valami akaszkodott belém. Tehát akkor azért olyan tessék-lássék, úgy, ahogy rendbe rakták, hogy el lehessen rajta menni, de olyan nagyon nem. És ugye azóta meg semmi sem volt a pályára költve, sőt az autópálya alatt több mint egy kilométernyi sinttel is loptak. De majd ezt fogjátok látni, arra fog menni. De majd most inkább errefele tartom a kamerát, mert nincs ellenfény, meg most éppen megy le a nap is, és pont a legszarabbul világít. És én majd így próbálok valahogy úgy tartani, hogy jó legyen. Így esetleg megyek, még én is benne vagyok. Tehát itt már a váltó sincs meg a kiágazás se, de itt lássad, de mindig megmutatom, hogy nagyjából ez hogy történt. És csak így, hogy itt volt azért, de már ez sem járható jelenlegi állapotában. Sőt, igazából, vagy várjunk csak, pont ez járható. Így, tehát ez így, tehát most így, ezen még így el lehetne menni, és akkor csak ugye a váltón nincs meg, amivel ugye ezt vissza lehet állítani, hogy a... Ja, és egyébként még a Burbával még voltak olyan tervek is, csak ez nekiúsult, hogy volt egy terv, hogy a szeméttelep helyére épült volna egy ilyen komposztáló üzem, ilyen szemétkomposztáló, valamilyen modern üzem, és akkor felmerült az is, hogyha ez megépül, akkor ugye ezen a vasútvonalon lehetne oda az anyagot vinni. Tehát, hogy amiatt így ezt lehetne így ugye úgymond beüzemelni újra ezt a vasutat, csak hát ugye a komposztáló üzemet azt ugye a lakossági tiltakozás is volt ellene, meg mondom, lehet, hogy azóta anyagi okai is vannak, hogy nem épült meg végül mégse, tehát a tervet elvetették. Úgyhogy innestől kezdve pedig már nem volt ez olyan nagyon érdekes, meg azóta így elfelejtődött ez a dolog. És hát ameddig oda nem épül a személytelepeire valami, ami esetleg vasúton szállíthatna addig, nem is érdemes erről beszélni. De ugye, tehát a lényeg az, hogy most eljutottunk megint arra a pontra, ahol ugye 2001-ig használatban volt, vagy 2001-ben újra használatban volt, az volt az utolsó. Ugye még ugye üzeme ennek a vonalnak. A középső szakasz, amin meg úgy átverekedtünk magunkat, az meg már akkor se.
és ami ezután jön, aztán majd ugye, majd később megint jön egy erdős szakasz, majd akkor megint mesélek még a vonaltörténetéről, mert ott még tartok az érdekességeket, de ugye ott látjátok, ott a másik bekötőút is, de ugye ott sem történt, tehát most ugye az is ugyanilyen, mint az előző, hogy csak így ráépült a vasútra, és ott a háttérre pedig már az autópályát lehet látni. Nem tudom, mennyire zavar be az ellenfény, de az autópályát lehet ott látni. És most már látjátok, hogy alatta van egy összefüggő, hát úgy kb. 1 vagy meg másfél kilométer között is hiány. Utána pedig már majdnem Soroksáron vagyunk. Na szóval, akkor megint átjöttünk a következő útházjárónál, ugye itt vagyok már ugye az új boltok, ugye a Obi Media, már itt mellettünk meg az IKEA, és ugye, és itt a Bozótorzsa megy tovább a Burma. Ugye nagyon máshol nem lehet most már menni, csak a sineken, ameddig még megvan, és ugye ott látjátok, hogy itt kb. Már megvolt a sínlopás is, tehát akkor már majdnem az autópálya alatt vagyunk, és itt már eltűntek a sinek. Itt már csak az ágyazat van. Most lesz megint egy kis bozótjárás. Ugye látszik, itt vannak a betonaljak, most azokon lépdelünk. A sineket meg már felszedték itt. Tehát itt volt egy ilyen, itt van egy összefüggő sínhiány, egy ilyen, hát ilyen 1,2 km körül van, jól emlékszem, mert ugye itt az autópálya alatti módszeresen lopták a sineket, elég sokáig, most tudom mikor, de 2001 után volt, az biztos. És mire elkapták őket, már több mint egy kilométert elloptak, amit azóta se pótoltak vissza. Hát itt módszeresen itt az autópálya alatt, ugye itt akkor még az IKEA se volt, mert nem volt is semmi, csak egy nagy üres falat. Tehát így nyugodtan tudtak dolgozni a sintolvajok, ugye flexelték, aztán azért pakolták, vitték. Hát itt viszonylag könnyen járható a telep. De utána majd az autópálya alatt, ha átmegyünk, akkor már lesz ugye út is mellette. És akkor meg ugye még egyszerűbb dolgunk lesz, addig sajnos itt meg kell küzdenünk a technikai akadályok, itt a tereppel. De haladunk szépen előre. És ezért bizony az autópálya alatt vagyunk, ez itt az autópálya felüljárója, és itt már van egy út mellettünk, ahol lehet jönni, de viszonylag egész jól járható így is. És ugye itt látszik, hogy honnan lopták el a sineket. Sétálunk, ugye az aljak még megvannak. És látszik, és itt ugye még a fatépik helye is jól látszik. És ott mindjárt megint megyünk be az erdőbe, ott ma... Annyi, és akkor ott valahol láttam a 30-as szelvény követ, tehát 3 kilométerre vagyunk Soroksártól, már csak. Úgyhogy ez már ilyen rövidbe futó lesz. Itt meg ugye csináltak beton aljakból itt ilyen kis tüzét, terelőt az úton. Ez szerintem még a vasút aktív idejében volt, hogy ne jöjjön ide be senki kocsival, és ugye itt látszik, hogy itt már ott a sín. De ennyi, itt az útátjáróban megmaradt ennyi sín. Aztán itt megint, ez biztos macerás volt kiszedni innen az átjáróból, úgyhogy ezt így békén hagyták, de utána itt, na, közben egyébként megy le a nap. De reméljük, még Soroksárig elérek, mielőtt teljesen besötétedik. Aztán majd a kis Burmát azt egy másik alkalommal fogom akkor ezek szerint már csak bejárni. De ugye itt látjátok a fatépliket, ők megvannak, és ugye itt pedig az autópálya. Ez az M5-ös. Ez Budapestről megy Szegedig. És egyébként itt megint nem tudok majd menni, hanem csak itt mellette. De itt majd eljutunk arra az pontra, szerintem egy néhány száz méter, ahonnan ismét lesznek sinek. És úgy egészen Soroksárig az évén, és ez az utolsó erdei szakasza. Ebbe pedig az az érdekesség, meg azért is különleges, mert annó, akkor, de nem csak lehet, hogy inkább erre kéne filmezni, mert itt ugye nem kavar be a nap, szóval
Ez ugye a második világháborúban volt ennek nagy jelentősége, pont ennek az erdei szakasznak. Mert itt látjátok, itt ilyen nagyon magas fák vannak, tehát ez ilyen fákkal benőtt, ilyen nagyon fákkal benőtt eltakart terület volt, és rendszeres volt, hogy amikor a bombázások voltak, akkor a sodoksáron a bennálló vagonokat, meg mozdonyokat, meg egyéb dolgokat, azokat ide menekítették ki ide a nyílt vonalra a bombázások elől. Ez ilyen fákkal benőtt, meg takart terület volt, úgyhogy ezt ugye fentről a repülőből nézve ezt nem látták, hogy itt van valami. Ezért, hogyha az állomás mikor bombázták, akkor ide lehetett kimenekíteni szerelvényeket. Ja, a mögöttünk még mindig az autópálya van. Azt látjátok. És akkor erre elnézünk, hát most már ide kevésbé zavar be a nap, de hát ez itt egy kis földút mellett, tehát ezen igazán Soroksár, igen, aztán a Pecsési út jön majd, és ott azon keresztül lehet besétálni Soroksárra. De hát ugye hamarosan, tehát ez. Hát ez még itt ugye, itt baloldalt még lesz majd egy paintball pálya, annak a bejárata, meg egy fénysorompós átjáró. És utána viszont már tényleg Soroksár jön. Úgyhogy rendben majd. Mindjárt mutatom, hogy honnantól vannak meg ismét a sinek. Na, szóval akkor eddig. Eddig tart a sín hiány, és innen már végén megvannak a sinek, viszont közeledünk az átjáró fele is. És megszemültetlen. És igen, az meg már lemenő nap, úgyhogy... Szépen ugye, hát az a baj, hogy ilyenkor már hosszabbodnak már a napok, de azért még elég korán sötétedik. Úgyhogy ja, nem lehet ugye sokáig húzni egy vonalbejárást. Bár ugye, hogy már azért annyival jobban járunk, hogy azért ugye pár hónappal vagyok, akár csak egy hónappal korábban ilyenkor, meg már lassan már majd, hogy nem korom sötét lett volna. Ugye ez a téli időszámításnak az egyik nagyon nagy hátránya, hogy tényleg nagyon korán sötétedik. És hát ugye itt vannak hangosnak, és akkor ott picivel arrébb, már talán látótávolságban is lesz még egy útátjáró, egy fénysorompós. És utána viszont meg már Soroksáron vagyunk. A maga az átjáró, hát ugye szokás szerint itt is működik a fénysorompó. Ugye hát most kérdezhetnétek, hogy minek, de nem működik. És ami még érdekesség, hogy... De ennek aztán már végképp semmi nyoma nincs, hogy valahol ezen a környéken volt egy deltavágány, a Dunaharaszti, vagyis hát ott a Bilk iparvágány, ugye ott a Bilk felé. Akkor még Bilk az nem volt, de... A 150-es vonalnak a kelebiai oldala felé is itt át lehetett menni irányváltás nélkül. Itt volt egy deltavágány valahol, de... annak már abszolút semmi nyoma nincsen. Most, hogyha az a baj, nekem egy térképen be volt jelölve, most hogy reklámozom egy kicsit az elveszettségnek Magyarországon oldalt, ott az ő térképükön rajta van, bejelölve, hogy pontosan hol volt, csak egy tegnapi telefondöglés miatt ez a térkép, ez most elveszett a telefonról, mert ugye újra kellett húzni rá a rendszert és az összes program, ami rajta volt, elveszett. Többek között ez az. Hát én maga a programot azt már visszatöltöttem rá, csak a térképet. Nem, mert úgy volt, hogy a... Gondoltam, hogy a két héttel korábbi mentés az azt is elmenti. Aztán kiderült, hogy nem. Csak magát a programot hozta vissza. Úgyhogy itt tartunk, de... Valahol ugye ezen a környéken volt. De azt már szerintem még az 50-es években felszedték, úgyhogy az most említésre sem éltó. És azóta beépült a helye is, meg hát ugye benőtte a gaz, meg minden is rendesen, tehát az... arról biztos, hogy semmilyen nyomot nem fogunk találni. Viszont innen már ugye nyíregyenesen megy a sín egészen Soroksár felé, és akkor ott az állomás előtt meg vesz egy jobbost, és itt ilyen kertek alatt úgymond egy ilyen néhány száz méteres szakaszon éri el az állomást. De hamarosan ott vagyunk. Baj, hogy egy szelvényt csináltok, így errefele. Azok valahogy a szelvénykövek eltűntek már. Most nem is tudom mióta jövök és egyet sem láttam. De hát ez van. Pedig hát a sima beton azt még lopni se érdemes. Mert azzal úgyse lehet semmit kezdeni. Közben mindjárt lemerül az aksi a kamerának, de még ott van egy szelvénykő, jó, akkor azt megvárjuk.
Egyébként jár erre valami BKV járat? Látom a buszmagálót is a túloldalon, de nem tudom hirtelen, hogy melyik. 14-es, ha jól látom? Szerintem 14-es. Az hát. Hát akkor még egy ilyen kicsivel kevesebb, mint másfél kilométer. És ott vagyok Soroksáron. Itt vagyunk a 6-os szelvénykőnél, jól látom, tehát 600 méterre a végponttól és az állomástól, közben megy le a nap, és ott a háttérre pedig már a Soroksár állomás vörös bejárati jelzőjét látjuk. Úgyhogy hamarosan megérkezünk utunk végéhez. És látszik, hogy megy le a nap, mindjárt sötétedni fog. Kicsit hamarabb, mint vártam, az nem gondoltam volna, hogy már ilyenkor, de ezeket ilyen vártnál is sikerült lassabban haladni. De hát ez van. Volt egy pár felesleges kitérünk, ami miatt ugye meghosszabbodott az út, de Soroksárig meg lesz. De a kis Burma bejárása az majd későbbre halasztódik. Már ilyen sokkal rövidebb, mint a nagy Burma, csak ugye most be is járnám, mert nem egy nagy távolság, így már 10 kilométerhez képest, amit most legyalogoltam, az már csak egy 4-5 vagy még annyi se. De sötétben nincs sok értelme, mert úgyse látok belőle semmit. Én majd itt szépen még Soroksáról még keresem, akkor be gyalogoltam 100 métert, ez ma az 5-ös szelvénykő, viszont és az, hogy az a régi delta vágány, az honnan ágazott ki, azt nem sikerült megtalálni. Egyszerűen már semmi nyoma nincsen. Legalábbis nem vettem észre egyet se. Úgyhogy itt tartunk. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, erre nem számítottam, hogy még itt is lesz gaz. Bár mondjuk ez annyira nem veszélyes. Meg hát itt van kitaposott út, ezen a helyen járnak. És innen már tényleg az jön, hogy a következő itt még baloldalt így ott-ott még lesznek. Lesz egy-két lakóház, aztán vesz egy jobbost itt, ugye ott látjátok azt a fénycsorompót a háttérre pislákolni, hogyha látjátok. Na szóval nagyjából addig kell menni. De ott fordul rá a... De a háttérben egyébként már látszik a fővonal is. A kelebiai, mert ugye ott a sok felső vezeték tartó osztop az már mindaz. Tehát hamarosan benn vagyunk az állomáson. Úgyhogy szerintem akkor itt ezt a pár száz métert meg is ragadhatom arra, hogy akkor elmegyek. Tehát akkor gyakorlatilag ez volt a nagy Burma, ezt láttátok. És akkor ugye még kb. 400 méter és hát vagy 400 méter a befutóig. Ugye arról jöttünk, és hát ugye akkor köszönöm mindenkinek, aki ezt végignézte. Biztos, hogy hosszú videó lesz, így még vágás után is. Én túl sok kivágni való szerintem amúgy se lesz benne. De hát majd meglátjátok. Úgyhogy azért sok türelmet annak, aki végignézi. De remélem azért minél többen lesztek. Néhogy érdemes, látom az előző videót is milyen sokan megnéztétek, tehát azért érzi, hogy érdemes még csinálni. Sokatokat érdekel. Jó. Ám beszélni nem tudom sokat, a persze, tehát sok mindenkit érdekel, mondjuk azért beszéljünk már kicsit magyarul, csak hát így kezdek én is fáradni már itt, én már lassan 11 km-t gyalogoltam, egyébként azt is majd megnézem, hogy pontosan mennyit, mert elindítottam egy ilyen GPS-es ilyen útvonal rögzítőt a telefonon, ami ugye pontosan mutatta, hogy hány kilométert, meg hogy milyen gyorsan jöttem, és akkor majd az alapján megnézzük. Na hát akkor még ez, akkor még egy kis látkép. Ugye erre. Ugye, itt még van egy pár ház, ugye mindenhol átjáró, ugye szerintetek még vandaláskeresztet is valami kirakott, ugye, hogy itt a vasúti átkelő. De hát ugye nyugodtan, de hát itt mostanában nem fog vonat járni, úgyhogy még rá is lehet parkolni a sinekre, minden gond nélkül. Úgyhogy mondhatni ez volt a Burma. Innen még van egy rövidke szakasz itt a kertek alatt. Egy olyan, mint egy 300 méter, most már csak. És akkor megérkeztünk a végéhez. Azért még egy elköszönős videót fel fogok venni, de hát nagyjából ennyit, ma azért óvatosan veszem elő a kamerát. És átkelő.
minden mellékutcában ott a fénysorompó. Hát igen, és akkor ez itt a Sorjavicke kis szakasz. Itt szépen itt az a kertek alatt megy a vasút színvonal, és ugye láttam erről a videót, mikor ugye itt jött a Szergely vontatta az terelt személyi vonat. Hát akkor itt szépen csörömpölt itt ilyen 10-15-tel. Hát az nem volt semmi. De azért ez az igazi, hogy kerti vasút feeling mindkét oldalát, ugye. Házak, meg hátsó kertek, és akkor itt megy. Itt megy a vasútvonal. És akkor ez itt a utolsó nagy ív ott a végén, és bekanyarodik szépen a sodoksári vágányhálózatba. És hát ez itt mind a nagy Burma vasútvonal. Ugye ott az előtérben már az más sodoksári állomásnak az épülete. És a kis Burma innen az állomás másik végéből indul, és ugye ott a délpesti kórház felé tart, de azt majd ott más sinek nincsenek. Azt már korábban felszették, ott csak egy-két szelvénykövet, meg betonaljat, meg ilyesmit fogunk találni. Meg néhány utca, meg hasonló elnevezés ad még. Ugye úgymond őrzi a vasút emlékét. Úgyhogy hamarosan. És ott vagyunk, az ott a háttér már Sodoksár állomás épülete. Úgyhogy mindjárt végig is érünk a Burmán. És egyébként látszik, hogy itt még azért valameddig, hát mondjuk ott az évig, ameddig jöttem, még villamosítva is van, de amikor ez megszokott dolog ilyenkor, hogy általában villamosított vagy vasútvonal, akkor minden kiágazó vágányt, meg ilyen mellékvonalat, valameddig kihúzzák felé a drótot, hogyha tolatási mozgások, vagy ilyesmi miatt szükség, hogy van, de akkor meg lehessen csinálni villanymozdonnyal is, hogyha más nincsen. Ezt ezért csinálják, és ugye az ott szembe, az még nem az állomás épület, ezt rosszul mondtam, hanem azok szolgálati lakások, de a vasúthoz tartozik ugyanúgy. És ott viszont ugye a messze távolban az már az állomás épület. Megnézem, hogy jön-e vonat mostanában a Fradi fele. Ha nem jön, akkor még lehet, hogy elsétálok valameddig a kis Burma mentén. De valami egyébként jönni fog, mert van ott egy zöld jelző. Tehát az egyik átmenő vágányonnak a kiállati jelzője az zöld. Úgyhogy valami, és egyébként itt az egyes szelvény. Tehát az egyes szelvénykő az itt van. Tehát szerintem, hogy ugye 100 méter a végéig. Az pedig már innen simán fél lábon is. Ha már jöttünk úgy durván 10, tehát 11 kilométert is. Ez ugye szerintem ott valahol a Kavicsbányánál van a 9-es, és akkor onnan még legalább 500 méter van Szemede telepig. Már 9,5, plusz még az össze-vissza bolyongások, meg az iparvágányok. Hát szerintem meg lesz az 11. Egyébként nézzétek meg a naplementét. Szép, és ugye ez itt már a sodoksári állomás bejárata. Előbb-utóbb ez is fel lesz újítva. Már valószínűleg inkább utóbb, mert bár most ugye a 150-es vonalnak a sorsáról még nem nagyon lehet semmit tudni, tehát annyi variáció volt már a kínai hiteltől kezdve, tudom is én még, hogy mi lesz vele, meg hogy milyen minőségben, meg hogyan, mert egy a biztos, és amivel nem lehet tévedni, hogy föl kell újítani, mert valami írtatos adamatja állapotban van, ahhoz képest, hogy mekkora forgalmat lebonyolít, tehát ez nem kérdés, hogy valamit kezdeni kell vele, csak hogy mennyiért, meg milyen minőségben, meg hogy tényleg kell ennyiért, szóval vannak azért kérdőjelek minden irányba, de az az egy biztos, hogy valamit csinálni kell. Tehát nem egy szükségtelen dolog a felújítás. Valamit nem mond. Csak nem értem hangos, de egyébként itt van a Burmának vége. Azt mondja, hogy áthalad, tehát akkor lehet, mert egyébként a teherforgalom itt azért elég nagy, mert ott van a budapesti logisztikai központ, olyan a Bilk, és ugye annak a, tehát még kis érdekesség, a Mavox, tehát nem Mavogjál, Mavox, nem Mavog. Ez egyébként egy ilyen hangos beszélő,
ez egy ilyen tolatási mozgás volt, ennek hasonlóknál lehet ugye beszólni a forgalmi irodába. Vagy ugye azt mondom, hogy vannak bizonyos ilyen mávosz gépek, ahol ugye valami gomb ugye az a hangos bemondót kezeli, az állomásit, vagy akár a várótermit. A másik az közvetlenül a forgalmi irodába csörög. De hát ugye ezt szakértők talán meg tudják mondani, hogy melyik. Én így fejből nem. Ó, igen, ott jön egy vonat. Na, mutassuk csak meg a nektek, kedves nézők. Ott valaki szaladt, hogy elérje. Nem tudom, nekem dudálta. Hát ez egy áthaladó vonat, ezért hiába szaladsz. De ott valaki nagyon futotta a vonatét. Hát ugye akkor ez van, na, akkor innen Soroksár állomásra, mert szerintem akkor el is fogok köszönni. Úgyhogy ez lett volna a Nagyburma bemutatása, már ugye le is haladtunk róla, ez már nem az. A kiágazás az picivel arrébb volt, ahhoz elvényezték, ott volt a vége, úgyhogy gyakorlatilag ugye elejétől a végéig sikerült bejárni. Úgyhogy köszönöm, hogy velem voltatok, köszönöm, hogy megnéztétek. Úgyhogy ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra, és akkor fogtok látni még több ilyet is. Azt nem ígérem, hogy ilyen gyakorisággal fogok feltölteni, mert most azért összejött egy pár, amit egyszerre most tudtam megcsinálni, azért volt ilyen sok, de majd lesz, ahogy idő engedi, mindig fogok csinálni, úgyhogy ha úgy gondoljátok ti is, akkor iratkozzatok fel, és akkor majd azonnal kaptok értesítést, hogyha feltöltök valamit. És ugye a szokásos. Úgyhogy akkor szerintem akkor ennyi volt a minden Soroksárról, és akkor sziasztok, találkozunk a következő videóban, és előbb-utóbb lesz Kisburma is. Valamikor azt is meg fogom nézni, igen, a Kisburma arra van. De most már mindjárt besötétedik, arra most nem tudok elmenni, de legközelebb az is meg lesz. Sziasztok!